2017. március 17-én a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium adott otthont az idei 8 osztályos gimnáziumok versenyének, ahol a tanulók a Biblia versenytől kezdve a matematika versenyen átmérhették összetudásukat. A rendezvényt a helyi gimnázium tanulói nyitották ének, illetve tánc műsorral. A rendezvényt dr. Péter Csaba, a Fehérgyarmatváros polgármestere, Pesti Béla László, a Máté Szalkai Klebelsberg intézmény fenntartó központ igazgatója, illetve dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő nyitották meg. Szabadság szerelem verse jutott eszembe, és hogyha megnézem a mögöttetek lévő idézetet, ami Deák Ferencről származik, a haza bölcsétől és a ellenségről beszél, akkor engedjétek meg, hogy egy érdekes személyiség gondolatával kívánjak nektek minden jót a mai napra. Ez az érdekes személyiség pedig John Wycliffe, aki annak idején Angliában élt, mint filozófus és reformátor, és mivel a reformáció 500. évében vagyunk, ezért engedjétek meg, hogy ilyen tudóstól, vagy egy ilyen gondolkodótól idézek. John Wycliffe idézetére éppen tegnap este akadtam rá, amikor azon gondolkodtam, hogy mit is mondjak nektek ma. Nagyon érdekes személyiség volt, hiszen életében nem volt eretnek, miután meghalt, eretneknek nyilvánították, kiásták a eltemetett filozófus gondolkodót, és a csontjait égették el, a csontjait küldték mágiára.
majd a Swift folyóval szórták szét a rombait. És amit mondott, ne gondolja senki magáról, hogy szent, mivel nem kísérteti, mert a legszentebbeknek és a legkiválóbbaknak rengeteg kísértésben van részük. Minél magasabb a hegy, annál erőteljesebben ostromolja azt a vihar. Minél kiválóbb valaki az életben, annál erőteljesebb az ellenség kísértése. Azért választottam ezt az idézetet, mert benne van, ami számotokra fontos, hogy fontos kell, hogy legyetek minél magasabbak, mint a hegyek. Tudjátok azt, hogy ha minél magasabbak vagytok, mint a hegyek, annál többen fognak ostromolni, annál nagyobb a kísértés, hogy elvonja a figyelmeteket arról, amit számotokra a tanulás jelent. Én hiszem azt, hogy a utánunk következő generáció csak akkor lehet sikeres, és rajtadok keresztül Magyarország csak akkor lehet sikeres, hogyha kiművelt emberfők sokasságát nevelik fel a gimnáziumok. És annak külön örülök, hogy az én alma máterem is itt van, ahol annak idején én jártam középiskolába, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumnak voltam annak idején a tanulója, akkor még nem volt evangélikus gimnázium. Ez nem azt jelenti, hogy ti fogjátok megnyerni a verset, mert erre azért nem vagyok képes. De én azt kívánom mindenkinek, hogy sportszerűen versenyezzetek a mai nap, és tényleg érezzétek jól magatokat. A tanulásnak, örömnek is kell, hogy legyen. Én köszönöm szépen, hogy meghallgatotok, és jó munkát, és jó versenyzést a mai napon. A rendezvény után dr. Péter Csaba városunk polgármestere elmondta, miért is fontos, hogy különböző megye és iskola diákjai összemérjék tudásukat. A verseny fontosságát természetesen a teljesítménymérés is adja, hiszen arról van szó, hogy több más településről érkező nagymúltú intézmény gyermekeivel vethetik össze tudásaikat a mi gyermekeink. Tehát egyrészt ezért is fontos, hogy lássuk azt, hogy nem csak házon belül milyen eredményeket érnek el gyermekeink, hanem azt is, hogy területi viszonylatban, tehát megyei viszonylatban mit tudnak teljesíteni. Ez az egyik része. A város szempontjából ezentúl még az is fontos, hogy egy ilyen rangos eseménynek helyet adni, helyszínt biztosítani, az mindig egy nagyon megtisztelő feladat. Nekem személyesen pedig azért, mert valamikor ennek az intézménynek voltam a diákja, és természetesen mindig jó ide visszajönni. A 8 osztályos gimnáziumok verseny részleteiről Szabó Szidónia, a Deák Ferenc Gimnázium igazgató helyettese számolt be. 1990 óta rendezik meg a 8 osztályos gimnáziumok regionális területi versenyét. 8 intézmény vesz részt ebben a versenyben. 1990 óta a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium, korábban ugye még Zalka Máté Gimnázium, a kezdetektől részt vesz ezen a versenyen. Hajdunánás, Tiszafüred, Nyíregyházáról 4 intézmény, illetve Nyírbátorral bezárólag területi tanulmányi verseny a mai napon zajlik a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumban. Azt jelenti a tanulmányi verseny, hogy a matematikától a szövegértésen át a versmondáson keresztül, a biológia, kémia tantárgyon át, a népdalversenyen, népdaléneklésen bezárólag minden képviselteti magát. A nevezés az úgy történik, hogy ősszel kiküldjük a nevezési lapot a versenykiírással, és minden intézmény egy-egy tanulót nevez. Vagyis összesen 8-8 diák versenyez minden tanulmányterületen. Jelenleg ebben az évben 647-en vagyunk jelen ezen a versenyen. Természetesen ebben benne vannak a felügyelő kollégák, a javító kollégák és a zsűritagok. A rendezvényt megtisztelte dr. Tilki Attila, országgyűlési képviselő is, aki annyira szívügyének érzi az ilyen és ehhez hasonló versenyeket, hogy a Szép Magyar Beszéd versenyen ő maga volt a zsűri elnök. Ez a rendezvény nem csak azért kiváló, hogy a diákok összemérjék tudásukat, de akár életre szóló barátságokat is köthetnek egymással.